Hétfőn az infrastruktúrális létesítményeket ért orosz támadások miatt az ukrán főváros vízellátásának mintegy 80 a megszűnt. Vitali Klitschko, Kiev polgármestere kedden már arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy a víz és energiaellátás teljesen helyreállt. Köszönet a szakemberek munkájáért, akik csak nem egy napig dolgoztak azon, hogy helyreállítsák a vizet és az áramot a fővárosban, mondta Klitschko.